Olé! Csácsubi csőtészta, csokolád és traktorkerék, üdv a csatornál, Keeper jelentkezik következő csodálatos videóval. Hey! Bocsánat kérek. Egyébként képzeljétek zombi nap van, vagy zombi horda nap, de a Keepert nem fékezheti meg ez. Veretjük neki, mint a veres egyházi vágjátok, és megpróbálunk kijutni innen. Jó, el akartam mondani az előtti részben, hogy mit fogok még craftolni, csak elmaradt. Vagy mit fogunk építkezni az elkövetkező napokban. De elmaradt, mert a hülye volt a keepere. Na, 670 méterre van a következő küldetés, oda gyorsan elcsavalázunk, azt a megcsináljuk, mivel nagyon jó XP-t is, meg nagyon jó dolgokat adnak küldetések, és a keeper nem bírja ki, hogy ne csinálja őket. Igaz, annak ellenére is, hogy ugye zombi horda nap van, bár ugye nem nagyon kell tartanunk, mert fölhúztuk a bázist éjszaka, ugye megcsináltuk, megpróbáljuk mindig beosztani az időnket, nem is tudom, 6 vagy 7, 6, minimum 6 full acél, 21.000-es ajtós védelmi zónánkban, amin szerintem nem fog eltörni a 35. napi zombi horda, és egyébként megmondom őszintén, arra hajtok, hogy csinálom a küldetéseket ennél a csákornál, ugye ez a csávó, ez ilyen olyan küldetéseket ad, vagyis olyan revarnokat ad, hogy vagy fegyvert, vagy pedig jármű cuccokat ad. És abba bízok, hogy előbb-utóbb be fog adni majd esetleg az autót, vagy pedig a nagyobb motor. Ugye, hogyha itt csinálom a nagyobb tírű küldetéseket, egyébként itt nem volt küldetés, nem, ezt csak simán kipucoltam már. Úgyhogy ezt szerintem ki van pucolva, gyerekek. Én úgy emlékszem, hogy ezt én kipucoltam, úgyhogy valószínűleg, hogy akkor ezt nem kell kipucolnunk, hanem egyből küldetésre megyünk rá. Ja, ezt szerintem kipucoltam, gyerkőcök. Hát a függetlenül, hogy vannak. Ne! A hülye előtt a feje mellett háromszor öcső. Nem, lehet, hogy nem pucoltam ki, úgyhogy akkor gyorsan. Egyelőre ugye úgy csinálom, hogy fölútra rámegyünk. Na, de ez nem lett kifuszó, gyerekek. Gyorsan akkor, figyelj! Egyelőre fölveszünk mindent, azt utána majd szelektálunk, jó? Rájöttem, hogy az lehet, hogy egy jobb megoldás. Hoppa, gyerekek, mi van itt? Erre kell menni? Az már tier 3-as küldetés, úgyhogy annyira nehéz, vagy könnyű nem lesz. Nézzük meg, be van-e tárazva minden. Jó, be van, mondhatni. Nem tökölünk annyit. Megyünk, mint az őrültek. A keeper kemény. Ja, a keeper a kemény, úgy gondolja. Aztán majd be lesz verve a szája. Mi van erre? Mi van itt? Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösen? Ah, jó felé jövök. Ez milyen borgó? Üzemanyag, bár annyira nem kéne. Üzemanyag. Az ott mi? Az nem egy loot. De egy loot, csak be volt fordítva. Elektrogyors alkatrész, abba van a jó pénz. Elektrogyors alkatrész, abba van... Baza, ezek... Mit csinálnak? Miért? Remélem is, hogy jön az enemies. Kilövöm a szemedet, tesóval. Na mi a helyzet itt? Húli van? Jó, tesz. Röpködtek a rongyalkat részek, rongydarabok. Te, hallod, miért van titkos bázis egy boat alatt, ha? Az ember azt hívni, hogy boat, az titkos bázis-e. Titkos a bázis-e, Boré? Hát mi történik itt? Kraftolós dolgok, meg minden csodálatos, csoda dolog, alatható cuccok, az a jó, mert a keeper attól a boldog óra. Megölek, meghalsz, tesó! Elvágom az életedet! Dobta lootot! Ezt szereti a keeper! Jó, majd szkrepelünk. Beértem a pénztárhoz, gyerekek! Szevasz, he!
Pihenjetek le! Ne tököljetek! Keeper majd elintéz bennetek! Ezekben nincsen ebben a pénz egyébként. Esik az eső, mert miért ne... Miért ne este az eső állandóan? Jó, ezeket megnézem néha, de nem adja. Ó, méz az mondjuk jó. Figyelj, nem nézi át a Keeper, biztos majd anyáztok. Megint izé esik az esőbe, vére este, érted? Nehogy jó érezd magad. Nehogy izé... Nyugodtan... Nyugodt legyél, mi nyúl a hurokba. Miért vagy te olyan otromba? Arra van a főlúta, arra van? Onnan nehéző. A kávé gyerekek, annyi kávét tudok már csinálni, hogy megőrültök. Ez izé, szívrohamba fogok elhalálozni. Erre kell mennie? Szevasztok! Föl a létre, ne szórakozzak! Jó, van legalább... Ilyenkor mindig így okosba vered, ilyenkor mindig rám külik a fél hadsereget. Azt mondta a bíró, hogy a wickedem Frey nem csak segít, ha fáj a torkom. Az meg leesett, töcsét! De az orrodat is tisztítsa, apa. Játek-e? Támadjatok be! A Keeper be van keményedve. Ja, mármint nem úgy. Hát hol vannak ezek a gyerekek? Hol vannak? Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Olé! Clear areát kell csinálni egyébként. Úgyhogy nem szuplira vagyunk. Tudva rájött a Keeper. Hanem ki kell clearelni a areát. Belenézek a szemétbe, mert biztos abban aludt. Figyelj, most felveszek mindent. Mert lőttem a csávót. Ja, először aktiválni kell, hülye volt a Keeper. Hát még nem kell clearelni. Jó, legalább tudjuk, hol a főút. Megnézzük gyorsan, azt már küldetést indítom, és nem tekerünk át. Lőszert adja sokat. Mert a Keeper attól boldogabb. Azt a megy arra, gyerekek. Hát ez a nyárul istenem. Szétetetted, hülye gyerek! Egyébként ezek ilyen... Gugyra arra. Te hallod, valaki... Már jöhetne, itt valaki nagyon rúgja a port, de nem ér ide. 7000-es láda, hogy a szemed álljon meg. 6 óra 11 van, úgyhogy jók vagyunk gyerekek. Szerintem ma egyébként egy olyan 8 órakor haza kéne érni. Hogy azért magamhoz vegyem mondjuk a javító dolgokat, meg ilyesmit, ugye a acélt, a poskát, a javító poskát, szegbelövőt arra gondolom. Na, jó vagyunk, mindjárt csinálom a küldetéstáv. Még egyszer, végig rohanunk igazából, annyira sok loot nem volt. Főküldetés, küldetés, Isten áldja, szevasz. Veretés. Ó, egy kettes magnum, egy térkép. Gyerekek, térképe az már annyi van, mint a sár, hallod? Mert egyébként nem mondom neked. Na, dobjad ki a csontit. Egyébként annyi térképen van, hogy az őrület. Majdnem leszkrepelt a randot húst a Keeper. Ezt is skrepeld le, ezt is skrepeld le. Mi az, ami nagyon nem... Ezt is skrepeljük le. Oké, okay. Oké. Okay. Aztán bepakolunk majd a mociba. Jó, megyünk, mehetünk is, hanem le. Nem tökölöm. Öcsém, akkor hát tudok ugrani vá, hogy nagyon jó vagyunk. Az ugra-bugra. Na! Oké, okay, és akkor napjuk ki a dolgokat, mit tudom én, az olyanokat, ami eladható, meg ilyesmi. Ezt ugye, mondjuk ezt se legyen nálam, ez se, amiből több valószínűleg nem jön, azokat érdemes kirakni, arra rájött a Keeper már. Valóban ez hadd menjen a levesbe. Javítókészlet nem kell most. Jó, és akkor majd visz, bepakolok újra. Úgy van, jó. Azt a kávét is. Jó, gyerekek, oké. Okay. Azt akkor így adjunk neki.
Újra tábla, újra tábla, a néni a polc közül, jöjjön már ma. Ez a csávó rám futott, majdnem a szívem kiugrott. Hát te meg már, hogy vagy fölöltözve, csúnyán nézel ki, ha meg vagy kötözve. A keeper tudja, merre kell menni. A dobozokba a pirulát kiszedni. Wow! Te alatt olyan kemény vagyok már, mint a Rambo. Ne viccelj. Nem vagytok köcsögök. Itten ütök. Le vagytok szarva, menjünk. Csináljuk, veressük. Gyertek, gyertek, gyerekek! Keeper vár bennetek. Oh! Az anyád úristen nőci! Rendesen összefostam maga a becsőt. Ebben lesz a nagy loot. Na, egyébként szeretem az obbik által dobált lootokat, mert tök jó dolgok van ebben. Hallod, ebből benzint szerezni az érdekes. Na. Mindjárt megyünk ám együtt. Ó, a 10 darab ilyen kutyaszar, ezt aztán érdemes volt fogadni, becsőt. Nya. Vajj. Hú, olyan hangos volt ez előbb. Zöld a csávó, láttad? Mirta is. Zöld a csávó, miért zöld a csávó? Mit jelent a zöld csávó? Tényleg ám. Murky Water, megfogtuk a listán lábát. Nyugtalankodnak a dolgozók. Onnan már ne gyűjjenek. Hallod, itt sokan lehetnek. Nagyon nyugtalankodnak. Beleugrott a nyakamba. Meglepő volt és mulatságos. Mi a szarva, gyerekek? Néni! A rohadt életben, néni! Hú, de sokan vannak, tesó! Ha mi van itt? Na megint pattognak le innen az emberek. Nem annyi össze-vissza mind a vizét. Befőttes gumi. Még valaki? Hányan? Hányan? Gyertek még, gyertek rám! Lol. Az az olyan, tényleg kemények vagyunk hozzá. Tetszik. Tetszik ez a képerbe, kemények vagyunk. Hallod, annyira izé nagyképű vagyok, azt majd izé lesz. Sután meg, suta vagyok, azt megölnek. Na, vantok? Ezelőtt itt voltatok egy csomóval. Megint, hallod, ezekben van egy darab ilyen kötsz, jaj, de jó, legalább süt a dal. Kipőm, ennek is örül. Na valaki, valaki nyugtalan. Vécében vagy, vagy fum vagy? Jó, nem férsz ki, majd szórakozzál vele. Kávé, hűtő, ilyesmi, mikro, megnéz, gyorsan lootol, azt mehet tovább, mint az őrügy, ezekbe esetleg. Ezeket, jó, most azért veszem fel, mert gyorsabb fölvenni, mint nem fölvenni. Szóval annyi az egész. Na, legalább egyszer nem esik a sivatagba a vizé. Nem? Legalább egyszer nem esik a sivatagba ez a rovat eső. Ettől vadul a keeper meg vagy. Esküszöm, gyűlölöm ezt az esőt. Gyűlölöm. Jön a robot vele, öcsém. Figyeljétek, itt van valaki? Hello, haver! Ébresztő! Simon mondja! Cs-
Csajci, ne blokkold el ide egy csávot, mert nem tud futni. Tökélet előtte. Na, ennyi volt. Nem valami nagy ellenállás van ezeknél a ülé. Tier 3-as tűzéknek egyébként. Action partiknál. Ne tudom, hogy trader van, már hát azért még ezt kilutolja Keeper. Ja, nem valami nagy ellenállás van egyébként. Pedig ezt hiszem Tier 3-as küldetés vagy hágyas. Jó van. Túl profik vagyunk már gyerekek, túl profik. Te szétütjük, de most okosban. Ugye hover, mert leverlek onnan, mint vaka poharat, azt néha érthetsz. Leülsz, öcsém. Na. Jó van. Hadd jöjjön. Megint koppogatunk egy kicsit, azt már húzunk is el, mint az őrület. 7 óra 30 valamennyi van. 2, egész jó haladunk. Kíváncsi vagyok, hogyha kinyírom ennek az összes küldetését. Mondjuk kizé, tír, akár meddig, nem tudom, 5-ös vagy hányos lehet a legnehezebb küldetés. Arra lennék kíváncsi, hogy akkor mit adna utolsó rewardként. Lehet, hogy a kocsit odaadná, nem? Azért azt én ilyen Mad Max feelingbe tódál. Na, egyébként te izét akarok építeni, garást. A bunkerem mellé, mert hogyha lesz több járművel, akkor lehet a bicikli, meg minden is feelinges kis garázs. Hallod, ez az egy valami, azt látod, hogy ez mi? Nem is látta végül. Hát ez csak egy ilyen izé, armor bot, valami csoda. Jó van, akkor csapjuk neki, itt le tudok ugrani, hogy... Jó, menjünk gyerekek. A mociba berakom olyan dolgokat, ami már van benne. Hogy? Az a néző, Keeper ki van talulva, látod miket tud? Na, sem, nem viccelj. Egy darab csont leves. És akkor majd eladjuk a bótnál a dolgokat. Jó, mehetünk is. Talk to trader, ugye? Az van. Jó. Oké, okay, 900 méter, megcsináljuk gyorsan. Felveszünk még egy küldetést. Az ilyen tírváltó küldetés, és szokott az előfordulni, hogy ad ilyen barom nagy rewardot, nem? Ja, meg egyébként azért is jó ez, azért ennek a küldetéseit csinálom, mert a fegyvereket is az adja, ugye. Ez ilyen fegyver és autó. Ez a kettő dologra van specializálódva ez a csávó. És nagyon vágynék egy olyan rifle-re, puskára, mesterlövész puskára, amelyik nagyobb szintű. És tudnék bele kettő modot rakni. A kettő mod az nem lenne más, mint a silencer és a 8x scope. Aztán akkor elmennénk a városba, aztán szétszednénk a várost. Gyerekek, az összes, elmennék mit a 500-762-es lőszer, csak fejlővés, poszognának. Azt nagyon élmény, gyerekek. Na, következő küldetés, ami legközelebb van, oda megyünk természetesen, csináljuk, mint az őrült. És hogyha itt megcsináltuk az összes küldetést, akkor fogok átmenni másik traderhez, mert igazából ugye akkor itt menjünk el tír akármeddig. Tier vagy tír, vagy hogy mondják az tier? Tire? Vagy... A tire az gumi, nem? Egyébként egy kicsit megfogott a nap, úgyhogy most nem csak azért vagyok vörös, mert a fejem... rossz a kamera, hanem kim voltam ma. Meg is fájdult a fejem, lehet lapszúrást kaptam. Igen... kertészkedtem, meg bográcsoztam. Csak jó volt. Fót egyedül, Sanyikával, de jó volt. Na! Gyorsan. A motorban vannak cuccok, úgyhogy az legyen közelbe. Jó. Hello, haver! Meggyűjtünk. Na mit lehet? De ma megint Iron Cross-ba, nagyon jó, örülök neki, de... 680, el is adjuk, jó? Inventory, figyelj tesó, akkor amit eladok neked, ezt kapod el, meg is veheted, meg akkor mindjárt motorból kiszedevod olyan dolgokat, amik eladóak számodra. Figyelj, ilyen ezek, ez. Ezt annyira nem használom, de igazából nem érdemes eladni, nem? Mi volt, amit még el akartam adni? Ezt el akartam adni? Nincs is több tervrajz? És én vagyok vlog, vagy nincs több tervrajz? Nincs több tervrajz? Tényleg azt hittem, hogy van több tervrajzom, de jó, hát ezeket is eladjuk. Már csak a... Ez mi ez? Trade? Talk? Trade. Lehet egyből trade-et nyomni, tök jó.
Ezt nem veszed meg, tesó, figyelj, most csak azért, hogy ne cipelgessem, ne haragudjál, nem? Azt nem is kell neked, gondoltam. Jó, ez leves, ez leves. Mit akartam? Ezt eladjuk, meg ezt eladjuk, meg ezt az ötöt. Jó, vitamin. Jó, ezek maradnak. Ezt nem veszed meg, mert én tök nem használom. Jó, 3000, figyelj! Nincsen valami speckó, military helmet. Ha ezt mindig megnézem, aztán baromira nem kell. Modok között valami. Semmi, szerintem ezeket felét én adtam el neki már. Jó, akkor ide. Ezért? Kiásni szó, szaplit. Itt van. Jó. Tier 3-as, jó volt gyerekek. És közel van. Úgyhogy jó lesz. Hát nem biztos, hogy kiásni. A francba, hát ez mennyi, nincs idő. Lehet, hogy nem kiásni, hanem csak megszerezni, vagy nem tudom. Várjam a térképet, nézzünk. Van csak azért, hogy... Aha, jó, de jó közel van. Imádom. Itt van az út mellett. Ezt nagyon gyorsan megcsinálom. 35. nap, már fidesen világít ma re. Ja, olyan 10 órakor, 6 óra körül, 6-8, 6, nem, 6-8 körül haza kell érni, 10 órakor ugye a zombi horda. Hát annyira nem kell készülnem, mert tök jó vagyok, csak esetleg kipakolni a cuccokat, meg ilyesmi. Mert egyébként AFK bázis lesz lassan ez a hely. Szerintem simán kibírna a reggelig, 4 óráig, tehát... Na gyerekek! Oké, okay. És akkor... Motorra kicsit odébb állom, úgy. Jó. Ja. Káskáljunk. Legalább jön egy kis play is. Tiszta jó minden. Meg egy-két zombi is majd. Ilyenkor mindig azt csinál, nehogy megint eső hallgat. Jó, leszpawnolt pár zombit. Incoming enemies, prepare for conflict. Sem baj. Egyébként bármennyire is mondjátok, hogy ez nem jó szkóppal a pisztoly, de én élem. Elmondom neked. Álljál meg. Én szeretem. Én szeretem. Sőt, rengeteg lőszerem van hozzá. Én bírom, nagyon élem. Na, zombik. Na, ezt meg... Erre voltam kíváncsi, hogy... Van-e futóköcsök? Azt fel kell mérni mindig a terepet, hogy futóköcsök van-e? Jó. Oké, gyerekek, oké. No probléma egyébként. Jó állunk, minden frankó. Nem tudom, mennyire távolodtatok el, ugye? Ja, ott van, 25 méter. Azért azt nem kéne ki. Futok. Nincs futó? Jó koszló szalod! Amikor izé van. Már rajta vannak a nyakom, de hallod, mindig esik. Mindig. Esküszöm, rá fogok nézni bazza izébe. Config fájlokban mit kell módosítani ahhoz, hogy ne állandóan essen. Hát biztos van valami random faktor, amit be át lehet állítani, hogy hány százalékos esélye esik, de ez egy őrület. Olyan rohadt sötét van, állandóan lámpázott. Futó. Nincs futó. Ha nincs futó, akkor... Hoppa, a feje leesett a földre vagy. Hőhá! Úgy gondolsztam, hogy... Nagyon hülye volt, hogy megtámadt a kipöt. Egyébként ezzel is el lehet tökölni itt, mert... Azt hiszi, hogy az ember csak kiesi, de mindig jönnek ezek a hülyék. Jó,
Futó. Az-e! Kettő futkora... Kettő futkorászó is meglepett. Kár, hogy egyébként nincs olyan másodlagos támadásnak, hogy odaütsz a fegyverre, nem? Az egy tök jó lenne. Hadd vele! Ja, azt nem kell szétütni, jó? Hoppá, izém! Recept. Jó, viszont mehetünk is vissza. Persze! Rohadt életbe. Jó. Meg vagyunk. Oké, mehetünk vissza. Ugye? Returned to Trader, és tök jó, mert közel van. Ha-ha-ha! Még egy küldetés. És 9 óra 23 van nyíkcsük, és esik az eső. Miért-e? Miért este? 9 óra 24, 10 órára megcsináltam 2 küldetést, úgymond. És mehetünk tovább, igazából eladni cuccok most nem lesznek, nem is kell vele foglalkozni, hanem egyből küldetés felvétel lesz. Valami közelben lévő ezerrel. Hadd menjen, hadd menjen. Jó lenne egyébként, nagyon élvezném, hogyha van itt a lőtér, oda is. Innen most a motort nem viszem bele, nincs benne olyan, ami nagyon eladható lenne nekem. Gyorsan megjönni. Tüttüdi, elkezdi. Na! Compound crossbow, 1000 valamennyit ér, úgyhogy azt fogjuk elfogadni. És ezt már el is adjuk. Szóval, tessék haver. Köszönöm szépen, jó üzlet volt, oké. Okay. Adjál egy munkát. Nem is zsávsz, tír. Inkább egy nyugatra orientálódnék, nem keletre. De nincs neki keletes. Csak keletes, vagyis csak keletes van. Dél-kelet, meg kelet. Melyik van legközelebb? 940 dél-kelet. De utálom, nem szeretem. Mindegy. Nem húzzuk az időt. Én meg kell szereznünk a szuperit. Ne felejtsük el, nehogy ott hagyjuk. Várja, pontosítok, megnézem a mapon. Valószínű város lesz, gondoltam, tier 3-as. Jó. Menjünk. Azt nézem, hogy honnan érdemes megközelíteni ezt. De szerintem simán... Simán valahol átugratok, aztán hadsz, hogy csak ne essen már az első állandár ebben a rohadt játékba. Ezt nem hiszem el, ezt nem mondja senki a készítőknek, hogy a sivatagban nem esik állandóan az eső. De így, hogy naponta 3-szor. Bazze van, hogy hónapokig nem esik az eső, hónapokig. Meg bazze mi van? Állandó a recsém. Na mennyi bazze, menjön. Hallod, folyamatosan lámpázod nélkül, de olyan sötét van, értik, hogy lámpázod kell. Hát mindjárt fölnyomom a fényerőt, komolyan mondom, mert zavaró nekem. Fölnyomjam a fényerőt, ez meg olyan, mint a csalás lenne, nem? Nem vagyok kibékülve ezzel. Ja, megyünk az úton, az úton. Tényleg mindjárt fölnyomom a fényerőt. Gyorsan megcsináljuk, clear zombi van, ugye? Clear. Meg kell tisztítani a területet, és a... el kell hozni a supplit. Supplies. Miért? Többes számba. Több van belőle, vagy mi? Van olyan, hogy több lehet, nem? Jó, mindegy. Leressük. Jó, próbálok izé zomb... Rambóba menni nagyon, jó? Nem tökölőd. Ilyenek egyből izé rohanunk be. Először, hogyha már ezt még nem lootoltam ki, akkor gyorsan kiverjük a zombikat. Fölútra rámegyünk, azt utána még egyszer. Na mi ez? Melyik? Ez milyen értő lehet? Ó, ezt... nem, ezt már kipucoltam, jó. Nem, ez nem az. Azt hittem, hogy ezt akarja. De nem. Donuts! De mi ez? Fánkos bódi vada. Várja?
Mi legyennél nála még? Jó. Oké, mehetünk. Hova kell? Ja, ez. Szerintem még nem pucoltam ki. Nincs nálam javítókészlet, bár ma biztosan jövőre, csalvona. Na valaki, gyertek elő. Főútra rá akarok menni az erre. Nem olyan tököljünk. I've got a bad feeling about this. Ó, jár kell hasznak. Jó, nem sokat tökölök át, tényleg. Na jó, vannak zombik, mert akar minden biztó. Könyvesbolt polc a legjobb, ó! Jobban bírom a hőt, a hőellenállásom jobb lett ettől. Na nézd meg, mi van a következőben ma. Te mit kogyvasztottak enneket a tején? Érdekes, hogy minden épületnek egyébként van valami kis sztoria. Persze, tesó. Kinyírtuk őket. Megyünk még följebb, csak megnézem, nincs itt valami. Mik ezek a homokos zsákok annyira? Szerintem meg is van a jó útvonalunk. Nézzétek. Ott be az ablak van, gondolom. Kihagyok egy csomó zombit, azt nyugtalan, vagy úgy akar minden disznó, mert... Gyerekek, mi ez az izé összetett projekt néha? My senses have picked up something. Na, valaki van valahol. Viszont jó fele jövök szerintem. Jó, felejt a főlútnak a... Ezt mindjárt kitörik legalább. Na gyere ma! Érdekes, hogy azt mutatja, ott meg ma volt. Ő katona zombi. Futkorászó. Futkorászó katona zombi nem egy főjelevény. Jó, van gyerekek, mehetünk. Ezt meg nem tárasztja be túl gyorsan. Jó, nem is kell. Menjünk be, az a begyűl. Ja, itt voltam, ha. Innen jöttem, nem? Csak másik, ott mentem ki. De hol a főlút? Hol van a főlút, gyerekek? Ide mutat, de hát itt voltam benne. Ja nem, itt nem voltam benne, sem. Na akkor... Ugri-bugri, kis nyulacska. Megszivatnak? Gyerekek, mennyire szivatnak meg? I've got a bad feeling about this. Hol? Mi a szar ez a hely? Aha, én itt voltam ma. Ez átjöttük a rendőrségre. Ez valahogy átkerültem a rendőrségre, Dick. De ezt meg viszont már kilootoltam, és meg nem lesz nekem lootom. Valahogy ki kéne jutnom most. Ó, te fiú! Ez jó rácsesztem-e.
Emlékeztek? Ahol te fiú! Most ez kár volt. Akkor ez nem egy épület volt, hanem ez kettő. És hogy jutok ki? Mi van itt? 5000-es fal, jó. Nem örül a keeper. Ez mind 5000? 3000-es. Jó, hát magasan vagyok. Nem vagyok boldog, bejutottam ide, semmi ér. Szóval mindenhol 5000-es gyerekek, várjál, volt valami építő eleve, nem kaptam? Van 10. Hogy jussak ki innen, bazza. Mi van? My senses have picked up something. Ez nem hiányzott, na! Nem hiszel el, beleépítkezel a izébe, az épületbe. Vagyis a kockába belekerülsz. És fölugrasz. Na végre. Nem jó, elcsesztem, mert átvezet a rendőrségre, azt meg már kiutoltam. Le kéne jutnom valahogy, aztán kezdeni a küldetést, mert ez így nem fog nekem stimmelni. Nem stimmel, gyerekek, baj van. Már hogy jöttem föl ide? Már hogy jöttem föl ide? Ó, de nem frankó, gyerekek, de nem frankó. Elcseszte a keeper. Valahogy le kéne jutnom gyorsabb fajtán. Ez így nem jó. És küldetés. Jó. Ezt csináljuk a küldetés, mert ez így nem fog menni. Arra se vegye meg, látod-e? A hülyeség. Jó. Bemegyünk. Az előbb olyan jó ment, megcsináltam két küldetést, meg ezzel elcsisztem az időt, mert ezt meg már végig csinálta egyszer. Ezért nem érdemes kipucolni küldetés nélkül. Eljeket. Egy lövésre kettő, hallott, kemény voltunk. Próbáljuk meg. Szokottam mondani, hogy próbáljuk meg követni a lehetséges loot útvonalat. Ami valószínű, hogy ez az. Könyves polc. Nem veszem csak, bocs. Három ezért nem veszek csak könyvet. Ja, loot útvonal a követés, jó? Nem össze-vissza. Gyere, gyere, gyere! Mi volt ez a... Mi volt ez a trükk, baze? Lootocska, lootocska. Ó, oh, viszont ez nekem... ez nem biztos, hogy rossz. Ez jó, jó volt. A hármas, a snipernek egyelőre jó lesz, amíg nem lesz más. Ugye eladta a VR légyesövet. A gyerekek, menjünk. Éhesek vagyunk ma, hát ez már régen volt ilyen. Megnézzük az alsó szintet ezt. Nincs semmi. Jó, most megyek följebb. Tehát jó, tudod, hogy vannak zombik? Mert megakad a játék. Az a jó, ha jönnek. Jöjjenek is. Várom őket. Imádom, ha lúd fog. Létre, bazd. Ezt nem is láttam. Tök jó.
Na, itt voltak a hülyék, nem sokat. Ó, ó! Ez alatt, hogy tütötték ezt az ajtót. Meg kéne néznem, hogy van-e benne valaki. Mindjárt. Oké. Okay. Ha van, akkor meg kell ölni. Ja, nem? Mert ott ugrottam be az ablakba. Nem, előtt nem találtam le. Jó van, nincs semmi gond. De viszont most már ugye le lehet menni, de. És jó van most már. Fölrobbantotta magát a rendőr, ettől féltem. Amit annyira nem féltem tőle, csak attól féltem, hogy... A gyerekek nagyon, nagyon futkorásznak a zombék, apa. Nagyon hallom. Aha, és azért volt itt kilutolva minden, mert én hülye van, végig mentem egyszer. Ez azért... És sokan vannak, tesó. Itt van az, itt a szupli. Üzvénni kellene, selejtezni. Ami tényleg nem kell, azt kiselejtezem. Azért bocsássatok meg, ezt megisszuk. Valami nagyon nagy huncutság kezdődik szerintem. Van még szupli? Nem, mert csomó izé, zombi. No problemo. Ezt betesszük, meg kimegyünk. Oké, okay. Rambo van. Nem tökölés. Rambo. Tudjátok. A Rambóval nem tökölés, úgyhogy megyünk. Gyertek! Melyebb kell menni, vagy merre van ellenség? Itt a főút, jó. Jó, megvan a főútunk, gyerekek, szerintem. Meg igazából nem túl sok ellenség van még. Ugye? Elektronos dolgok, várjál már. Drón, gyere ide! Oké, oh. Oké, gyere csak. Elhogy, gyere. Elég, ha én aggódok. Jó, gyerek. A szuplé az marad nála. Legyen nálad is valami, jó? Ja, most lesz egy csomó eladó dolga, úgyhogy ez jó lesz. Még van elvileg egy ellenfél. Szupli megvan, ellenfél még nincs. Hoppa, megint egy búk, ami nem volt megtanulva. Mit csinál? Nagy esélye küldi az ellenfeleket, vagy valami ilyesmi. Hello, Réni. Hoppa, bocsánatot kérek, egy kicsit. Kicsit nem volt a fair. Jó, a gyerekek, azt nem tökölünk, bocs. Megyünk. Ja, olyan épületben, amelyik már... Mit izé, valaki nagyon nyugtalan van. Olyan épületben, amelyik már ki van lutolva, abban nem is próbálkozunk. Nem gondoltam, hogy a rendőrségre át kell érni. Ugye a rendőrséget már kilutoltam. Már régen. De milyen nehéz volt régen, figyelj, tök fosós volt, és meg ilyen halállaza érted az egész. Na, gyorsan, hát valami, rendőrségnél csak lesz valami jól út. Vagy ez ilyen full random? Na gyerekek, nézzük. Megint egy térkép, baza. Na várjál, gyere ide, hol vagy?
Great to see you, master. Igen, igen, igen. Én is örülök, hogy látlak téged. Jó. Eladó cuccok lesz egy csomó. Még egy térkép. Kincses térképen már rengeteg van. Tök jó, örülök neki. Van itt egy kis könyv, ami nem érdekel. Hoppá, gyerekek! Ide. Fegyver, lőszer. Lőszer. Fegyver alkatrész. Armor. Kettes szar. Nyomjunk egy sköpet rajt. Mi az, ami nem kellene innen annyira? Nyomjunk egy sköpet, ellen ezt meg kidobjuk, ezt meg beúzuljuk ezt a kettőt, úgyis kicsit betegek vagyunk, kettő fű nem kell, egy ügyön nem kell. Usa, use, oké. Okay. Ott még ezt megnézzük. Valami jó armor jobb lenne, nem, semmi érdekes nem volt egyébként. Jó, itt meg ki tudok ugrani. Szerintem kibírjuk, nem? Jó, várjál, ajaj. Még valami, van valahol egy zombi. Vagyis legalábbis valamennyi zombi, mert... Akkor nem megyünk még. Nem volt mi a franc? Nagyon jó áll a monitorban. Ez egy sugítő zombi. Ez egy sikító zombi volt, oda kér. A sitten is vannak gyerekek, látod? Baze, hallod? Már mennyit kell menni itt? Háj! Háj! Jó volt ez, bazd. Ennek, ettől, ezzel kell vigyázni, Mare. És még itt mutatja, hogy itt van valami hülye. Jó, megvan. Meg is vagyok, gyerekek, itt ki tudok menni. Ott a sikítós el, figyelj. Jó. Na, mehetünk haza, gyerekek. Hú, de jó, hogy ilyen nagyot tudok már ugrani. Ízre is bazza, ilyen zöld zombi, hallod? Mi a franc van? Mi történik? Mi van, nyugtalankodtok? Kinyírtam a rendőröket, örüljetek! Fasz! Bunkók, bunkók ezek, gyerekek, bunkók! Oké, okay. Hol a motorom? Na, milyen bunkók ezek itt lőnek én rám? Ja, gyorsan, gyorsan, 13 óra van, és még egy küldetés még bele kellene fejleszteni. Itt ami van, az mehet bele. Nézzük, ezt leszkepeljük. Oké. Okay. Nem tudom egyébként, hogy mi az, ami hasznos, vagy nem. Inventory, inventory, adja storage-et? Neked nem fér be valami? Nem. Figyelj, ezt a sört megisszuk. Aztán akkor üres üveg kirepül. Másik üres üveg kirepül. Tehát is megisszuk, üres üveg kirepül. Közben nézzük, kettő fa, nem hiszem, hogy megváltjuk vele a világot. Üres üveg kirepül. Oké. Okay. Meg alunk el dolgokat. Na gyerekek, mehetünk vissza, jó? Oké, okay, megcsináltuk a küldét. Még egyet. Már adhatná a tier 4-eseket, az a tier 3-esek nekem eléggé könnyűnek tűnnek, nem? Mármint jó, nem annyira veszélyesen könnyűnek, de azért nem olyan nehezek. Lemegyek a folyóhoz kapásból, aztán akkor jobban látom, hogy hol tudok ott fölkapatni. Az a baj, az a híd, ez nem jó. Ezeket így megjavíthatnám. Infrastruktúrát kiépítem, lesznek hidak, mindenmi. Ja, a kaja szintünk az nem a legszebb. Ilyenkor kár, hogy nem mutatja.
Na, itt ugye ketté ágazik a folyó, úgyhogy kettőn kellene átmennem, úgyhogy olyan helyen kellene, ahol nem kettőn. Na, az a baj, fölkapatni mindenképp föl kell azon a hülye domboldalon. Ja, ide kellene egy híd mondjuk. Már régen megcsináltam volna azt, akkor nem kell itt szarakodnom. Úgy utalom ezt. Csak idő hiányba szerbe dálatban a keeper. Ja, és nem is tudom fölvinni most a motort, mert ugye most van benne cucc. Ó, te fiú, hát ezt akkor beszívünk. Aj, de utálom, te hallod. Most akkor hogyan oldjam ezt meg? Azt nézem, így nézek be azon, mint hogyha tovább látnék, mi? Hülye gyerek. Köszönöm ezt többet. Vah! Ej! Megrugattuk a Verdát, na. Ja, az a baj, nem tudsz fölkapatni. Na, jó, megoldottad, Keeper. Tényleg, nagyon ügyes óta. 13-47, egy küldetésnek szeretne megcsinálni. Szeretnék megcsinálni, de itt valahol nem tudok fölkapatni, ott talán. Mane. Ott te! Itt. Itt nem olyan meredek. Ez az! Menj! Jó. Oké, még egy küldetést meg akarok csinálni mindenképp, azt szerintem megyünk. Le is kellene aratni szerintem ma a cuccokat, meg újra növeszteni. Meg kellene kicsit még több ilyen földet leraknom, ilyen farming... potot talán, vagy ilyen... Gyerekek, a régi bázis, de szar volt, tehát csak itt kellene egy ilyen kihívás, hogy a régi bázis a régét úgy bazza. Hát ez egy atomszar volt. Tök jó, hogy átköltöztünk. Nem szabad félni az ilyen változásoktól. Bejárok, mert valószínűleg hogy vannak eladó dolgaim. Na gyerekek, Franco. Na, mit adsz valamit? Valami jót adjál, nem mindig szar. Pisztoly. 5-ös pisztoly. 4-es pisztolyom van, úgyhogy ennek nagyon örülünk, megmondom őszintén. Oké. Okay. Inventory tesó. Árulunk dolgokat. Csak pont nincs nálam semmi olyan, ugye? Pont. De viszont egy 5-ös pisztoly. Gyerekek, tök jó cucc. Látod milyen jó lootokat ad? És abban bízok, hogy előbb-utóbb majd kocsit meg ilyeneket. Ezt akartam eladni neki, ezt akartam eladni neki, meg ezt akartam eladni neki. Ezt nem adom el neki. Jó. Várj, a motorban nincsen olyan eladható dolog? Nézzük. Ez mi? Az a damage migration, ugye? Hát ebből már annyi van, mint a sár. Nincs semmi van. Kellene raknom erre a parkőrre, tök jó lenne, hogyha nagyokat tudnék ugrani. Figyelj azt a időt, azt nem tudom ki... Bozsolni. Ide nem tudom megütni. Jajjaj. Jajjaj, nem akartam, bocs. Mindjárt inventoryban még hadd adjuk el dolgokat. Bocs, nem akartalak bántani. Mennyire veszed? Mondjuk ez kell a chemicalstation, ezt a később akarok csinálni. Hú, gyerekek. Na. Akkor valami jobot adjál. És mi mindig csak a hármasokat adja. Clear. Ez izére van, full keletre. Ez mind dél keletre, menjünk full keletre. Arra nagyon nem jártam, ugye a full kelet az valószínűleg nem a izé. Ezt nem is használom ezt a fegyvert már egyébként. Ez... Nem van megint! De az mi? Melyik épület? Az nem a izé? Nem az építkezés? Szerintem az építkezés. Az viszont ki van pucolva, úgyhogy akkor az csak küldetés lesz. Úgyhogy gyerünk gyorsan. És megint ma ott kell átmennem a rat hidon. Az szerintem az építkezés lesz, egy elég nagy területnek nézem. Viszont az meg ki van pucolva, akkor az csak küldetés lesz. Jó, ez a kétszer kipucolás, de egyébként lehet, hogy először csak a főútra érdemes lenne átrohanni, nem? Annyira nem vagyok oda azért, hogy itt élünk, tökerészünk. Rá tudok ugratni a... ide? De majdnem. De legalább ne fölrütél volna meg, more. Menj.
Valóri, legyen egy autóm, szerezzünk egy autót, gyerekek. Ez szerintem ennek a küldetéseit csinálom, előbb-utóbb fogok kapni valami jó cuccot. Nem a tököm elsülettől a kis motortól. Ja, hát azért a Gasman kire kellene pakolnom, azt akkor tudnék is készíteni valamit, nem? De jobban díjaznám, hogyha kapnák free. Jó, toronyirány gyerekek. 14.30, ezt az egy küldetést megcsináljuk. Azt megyünk haza, jó? Az lesz. Ez megint egy ilyen atomhosszú rész szerintem. Hát jó, az nem rövid rész. Hát bocsánat, érte? Egyébként ilyen kerülőnek megyek itt, mint hogyha régen lett volna eldroppom leesve. Aztán ugye, hogyha most már jelöli a térkép, ha arra mész, akkor ugye elkezd üstölni. Ezek a modártetemek miért nem tűnnek el? Mondom, 30 nap ennek is. Hát nem tudom, az milyen épület lesz. Jó, hagyj üljön. Gyerekek, izé, cross motorba ment át ez most. Jézus Isten, azt! Na, hát ez mégse az, amire gondoltunk. Bírom ezt a Rambo módon csapatásit. És már jobban. Mi ez? Mögötte. Még egy épület. Milyen épület van mögötte? Úristen, milyen a nagy épület? Nyugodjatok le. Milyen a nagy épület? De ezt még nem néztem. Az a majdnem leszettem a izébet, a drónomat. Hát ezt még nem néztem, úgyhogy lehet, hogy... Lehet, hogy fú, de ez biztos kemény lesz. Várjál már? Hol van a izé? Mutasd az inventory-t, ezt el akartam adni. Hát, kemény 70-et érte. Na. Ki kéne pakolni dolgokat. Ó, ezek meg jönnek ott. Mi van, gyerekek? Ilyen egy pár voltatok? Barát, barátnő, ilyesmi, vagy nem tudom, már nem tudom, mire gondolják. Na, innen, ide meg már nem kell kirakni semmit. Úgy gyerekek, tele vagyunk. Tele vagyunk, főút kellene, komolyan. Na. Master, we are not alone. Jó, nincs semmi gond. Ahhoz, hogy nem lesz egyszerű, elég nagy épület, ahogy nélem. Ügyesen, taktikusan csináljuk. Pénz kell. Ez semmire nem jön nekem, ugye? Van egy esítem, akkor megvan az összes esítem a világon. Mondom, szerintem ráugrunk a főútra. Annyira járt nézek itt a pócok között nincsen, vagy WC-t nem akarunk menni, gyerekek. Attól félek, hogy ráugrálnak. A kávé! Egyébként ez egy elég nagy köcsökség, hogy azt csinálja a játék, hogy így rádobálja. Hogy rádobálja a dolgokat. Ez elég bunkó dolog. Jó,
Nyugi van, gyerekek, milyen helyzet? Jó, mehetünk tovább. Ki kéne ezeket utolra, itt vannak ilyen boxok esetleg, hát hogyha valamire jó lehet. Ja, ez, hát hogyha van benne valami érdekes. Már megmondom őszintén, nem bízok benne, hogy no, súde jó dolgok lesznek ezekbe. De azért, ha már itt vannak ilyen dedikált boxok, akkor azok... Átállod! Komolyan mondom, mindjárt rámegyek a izére. Mindjárt rámegyek a főútra. Tényleg már... Lehet, hogy azt kellene csinálnom, mert... Ah, de ilyen szivatási van. Átállod, hogy jó. Most azért veszem fel, mert már van ilyen, de... Jó. Jó, gyerekek. Kilutoltam mindent? Itt van, arra van a főút, jó van. Erre mi van? Semmi. Erre mi van? És megint valami. Ready for duty. Nem. Jó, együnk egy vitamint. Nagyon... Tényleg nagyon fair, hogy így rád dobáltatja. Jó van, oké, okay, ez budik. Ciao, ott van, nem baj, megyünk föl, jó? Tényleg az lesz, megnézzük ezt a dobozt. Megyünk föl. Nem csak előbb. Láttam, jó, hogy ott a kutya. Jó. Megnézzük ezt, nagyon el volt high dolgo, bár valószínűleg low szor se lesz. Wow, micsoda dolog ez, szerintem. Na, fölút hol vart? Nem itt. Itt van bazza. Meg van cifrázva keményen itt a dolog. De most megszivattak? Lehet, hogy nem erre? Nem szeretem azt, amikor így azt sem tudod, hogy hova merre. Volt még egy lejárat itt. Ez nem az. És komolyan most mi van? És tényleg oda kell... Jöttem föl, ugye? Ja, itt jelent, aztán, hogy itt kellett följönni, akkor... Hát csak erre van, de hát hogyan? Hogyan tudok egyáltalán... Ez nem szabad le? De ez elég ilyen, nem tudom, ez nekem olyan gyanúsan... Nem fül útszerű. Ó! Oh. Mégis lehet. Mégis lehet, hogy erre lesz. Na, ennyi. Ő lenne a főlutunk? Hát gyerekek, nem! Nem erős. Nem erős. Ó, ott még alatta lehet, hogy van. Jó. Semmi gond. Annyi, hogy akkor a küldetést gyorsan letoljuk még egyszer. Csak ezt kilutolom, jó? Hát jó, nem sok minden volt itten. Azok balárákban olyan kutyaszar dolgok voltak. De hát ez van. Ja, sörétesem az tönkre ment. Azt hiszem, hogy van nálam javítókészlet, csak benne a domba. De annyira nincs is rá szükségem, mert van elég fegyverem. Viszont az izét azt lehet, hogy el fogjuk hagyni. Az egyik fegyvert. Mi van?
Egy granát, ez jó, ilyet tudok csinálni. Ez jó eladásra. Oké, fel van véve minden. Megnézem, hogy mi van itt. Ez álmennyezet, ez kevésbé törik, mint hittem. Hát itt azt hiszem, hogy akkor véget ért a pályafutás. Valószínűleg ez volt a főút. Szomorú. Szomorú gyerekek, szomorú. Mi az, amit kidobjak, ilyenkor mindig az van. 39 kő, gondolom, nem azzal fogom megváltani a világot. Na mi ez, hogy gyerekek? Ki nyugtal akkor itt? Figyelj, el kéne kezdenem a küldetést még egyszer. Opa. Na jó, van, küldetés indítás. Figyelj el! Nem is tudom, mire számítottak. Jó, aztán akkor tényleg keményen Rambó módon, ahogy az előbb. Jöhettek is, köcsögök, gyertek! Az a baj, egyszerűen már nem tudod semmit hova rakni. Jó. Meg kéne néznem. Hogy a drónban nem tudok-e bepakolni bármit is. Nem, az a baj, bazze, tényleg most azt kell csinálni, hogy szkleppelni, meg kidobni, mert így nem lesz ez jó. Őt, nem is scrapperünk, hanem azt kidobjuk a francba. Oké. Okay. Megyünk, megyünk. És most lehet, hogy tényleg főútra fogunk állni. Ott rohadjál meg te. Megyünk a főútért, aztán meg... Haladási lesz, jó? Haladási. Ja, ide kell, ki kell pucolni a helyet, úgyhogy majd azért valamennyire át kell nézni. Jó, amire arra lelőttem, amire leesett. Vagyis arra meghalt. Senki sehol? Egy tyúk futott ott, egy tyúk, bazd. Itt valaki van, de nem biztos, hogy... Fölszinten... Látod? Aha, de... Jó. Hetünk följebb. Hát ezeket kilutoljuk? Nézzük meg, mi van benne, jó? Máskor meg úgy örülünk egy ilyen ládára, mint majom farkának. De egyébként most nem tudom, ez be lehet-e állítva, de nagyon kaki dolgok vannak benne. Jó, string az még valamennyire jó, de hát az se egy... Ezek nem rejtik a tutit, nem rejtik, ez figyelj. Semmire való. Nem nagyon adnak, egyébként nem... Opp, az mi? Kettő darab. Monitor szenzor. Az biztos jó lehet. Incoming enemies, prepare for conflict. Valaki nyugtalankodik. Nem tudom hol. Lehet, hogy fölmegyek, aztán haladunk. Haladási lesz. Na, gyerekek! Valaki? Azt a betyár! Honnan?
Honnan gyűjtél, tesó? Hogy beszpónoltam zombit meg a kutyát, láttátok? Nem számított arra, hogy innen földről jövök, de az a csávó az már hányszor kell föl? Na, de jó. Jó van. A szukli lejjebb van. Hát is zsákba lesz a jó cucc. Azt hitted, Keeper Kovább. Itt volt a sok zombination. Talán most is lesznek már. Hello! Megjöttem, mit csináltok ott? Jaj. Nyugi, hadd üljenek. Na nézzük. Aztán meg kell nézni, hol van a szupli, mert úgy látom nem oda van. Aztán... Mi a szar volt ez? Ezt menjünk. Ja, vas esik ki. Nem tudom felverni. Várjál, hallod ma, akkor ezt vagy dobjam ki, meg igazából ezt vagy dobjam ki. Kicsit, meg ez a kettő puskaport. De tényleg ezeket annyira nem érdemes kettő puskaport magammal tartani. Túl vagyunk terhelve. Érdekes, hogy mindig nincs az, hogy felmodolva annyira, hogy ne legyek túl terhelve. Tiszta hülye, aki nem normális. Valakit nyugtalankodik alattam. Valakik! Ha, a fő lut. Ha, fölvettem valamit. Ha, szinte legyek. Annyira csuda jó cuccok, hogy az őrület. Figyelj, homokot hadná. Hadd, homokot hadná. Még azt hadná. Meg már egy tüdő van. Kiló. 28, amit rúgják a port. Na milyen helyed ez a gyereket? Te honnan gyűjtél? Honnan gyűjtél? Incoming enemies, prepare for conflict. Föl vagyok készülve a konfliktra. Mi a szar? Mi ez valami női? Ez valami... Leány búcsú volt? Vagy mi volt ez, gyerekek? Hát mi volt ez a sok nőci? Na nézzük. Ne logoljál be! Nézzük, mi az, amit ki tudok dobni, mert vadul a keeper. 6 darab fa. Annyira jó, hogy ilyen 6 darab fajcsév. Olyan. Van egy üllőnk. Azok meg itt rohadnak meg, jó? Jó, megbeszéltük magunkkal. De várjál, hol van a supplies. Meg elvileg van zombi is, úgyhogy akkor vissza fel kell vernünk, egy kicsit följebb. Valahol zombik hörögnek. Nézd a franc bölcső. Jó, látom, meggyűjtél te meg. Várjál, izé kellene. Ezt dobjuk már ki, aztán... hol van a izé? Rétes szaggató? Ezzel a kutyát meg kéne nyüstölni. Jó, a húst szedte föl, ennek körülök. Oké. Na milyen helyzet van? Elvileg... Följebb van a szukli egy kicsivel. Arra rámegyük, meg van valami zombi is még, ám. Elvileg. Nem tudom, hogy hol van ez a szar. Itt van 3,5 méterre. Hol van? A pócó vagy hol? Benne budiba. 3 méter, 2 méterre van. Itt a fal túloldalán valahol. Öcsém, komolyan mondom, tök jól elrakják. Nem, jól érezni magam. Na! Ment az acid a levesbe. Van elvileg zombi fönn, azt ki kéne nyírni.
Aztán túl vagyunk rajta egyébként, ezek a küldetések, ezek a réválom éveik. A némelyik. Tele leszünk lóvéva. Én egyébként örülöknek, hogy tele leszünk lóvéva, mert már van valami 30 ezer pénzünk. És nem is tudom, szerintem ilyen 50 körül megy egy autó. Na elvileg itt meg van valami zombi. Itt van benne. De hol? Itt meg van egy kis baja. Együnk egyet? Jó, tudom, 8 óra van idejében. Nem sokára balhé lesz. Na de hol van a zombi? Ott fönt. Mi van ott? Mit pucolják ki ott, tecsőjé? 4 méter elvileg ott, hú, de valami csoda van. De nincs. De mit? Pucoljam ki a területet, kezdi. Á, most akkor van itt még valaki valahol? Tyúk. Hol pucoljam ki egyszer, nincs sehol senki? Na most már kezdem unni, ezt nem szeretem. Pucolt ki a területet. Kösz, haver, hát de nincs sehol senki. Ez mi? Ilyen szemét égető? És megint menjek fel. Nincs sehol senki, nem tudom kipucolni, ha nincs. Tök jó, megvan, bá van bagolva, vagy nem tudom mi van ezzel. Ne, hogy ezzel húzzuk az időt, hogy gyerekek. Dörög az ég, jönnek a zombik, jön a horda. De, nagyon rácsiszek, 4 méterre, figyelj, de ez most mit mutat? Ha? Mit mutat? Itt van valami, még valami zombi, vagy ott pont? Miért pont ott? Meg hogyan? Hogy működik ez? Nem érek rá, bazza, nem tudom itt hagyni a küldetést, akkor nem lesz meg. Pucolt ki a területet, meg mindig azt írogatja. Na, végre most észrevett, valaki volt itt. Az a hülye. Ott maradt egy ide, csávó, öcsém. Aztán ide, nem tudtunk tőle semmit csinálni. Látok, kellene, egy helynek kell lenni nekem, ugye, hogy fölvegyem a lootomat. Ez mi a szóval? Gyerekek, a sok szemet. Jó, egy darab painkiller. Egy darab painkiller eldobva. Na, leadjuk a küldetést, azt húzunk haza. Rákészülünk, hogy a zombi horta lesz. Persze, mennyi neki vazza. Mennyi neki. Jó, megcsináltam megint egy küldit. Egyébként rüellem, hogy ebben a városba küldözget el, de muszáj az összeset szerintem letolni. Jó, gyorsan, menjünk. A katonai bázis, ugye ez a lőtér, az valószínűleg már újra termelődött, csak addig nem akarok bemenni, amíg nem lesz küldetés. Bár aztán megcsinálhatnám, hogy kifutszol. Figyelj, hazafele! Menjünk a főlútuk ott? Gyorsan. Mondjuk 7 óra. Hát... Ja nem, hát tele vagyok, nem tudok elmenni. Gyerekek, tele vagyok, nem tudok elmenni. Gyorsan, menjél már bazzá. Menjél már, húzókodjál! Menjünk már. Ennél, ha ezt helyett egy autó legyen már végre nekem, vagy valami. Menj már, nincs. Menj meg, szarmű. Köl nekem. 18 nagyban, hát leadom a küldetést, ezt mutfotok is haza. Mit akarok én még kipucolni? Hány darab küldetést csináltunk meg? Ma 4-et? 4-et, nem? Ez most 4 küldetés volt. Nagyon jó. Ma 4 küldetés ment le. Ja, valamerre erre kellene, mert előtt is csak ott tudtam átmenni, vagy följutni.
Ez fölösleges már, lehet mondjuk, ott. Nehogy az Istennek se áll. Ezzel a szaros kis motorral kell még itt mindig berektetnem. Meg kell nézni, mennyibe kerül egy izé, autó. Azt hiszem, hogy ennél volt autó, vagy csak haszni. Valamit kell csinálnom, mert rüellem ezt a szaros kis motort. Azzal gondolom, az nem csinálja azt, hogy például lepattan egy rohadt kaktuszról. Meg ilyenek. Na itt van, fel tudunk menni, így sréjjel. Nagyon jól megoldott a képről. Mehetünk. A helikopter lenne jó, basza. Helikopter 150 ezerbe kerül. Girokopter. Az tényleg a helikopterre közlekedni, nem? Gyerekek, rá kéne gyúrni arra. Gyűjteni helikopterre. 150 ezer pénz. De akkor az komplet, csak megtankolod azt mész vele, mint az őrültek. Na. Jó van. Majd kijövünk a motorhoz, ha van benne valami, majd engézzük, de most egyelőre küldetés gyorsan, meg minden menjen. Na mit adsz? Hunting Rifle. 3-as. Jó, inkább akkor azt, ezt majd megnézzük. Tök jó. Megcsináltunk majd Tier 3-as izét. Megcsináltuk, megvan a Tier 3, gyerekek. Tudok ki a Mixed Gas Station, motor, bicikli alkatrészt, Iron Armor izét, vagy Casino Token 7500. Motor, bicikli, parts, bundled. Azt kellene, és akkor lehet, hogy tudnék motorbiciklit csinálni. Nem tudok kettőt választani? Nem, mi? Tök jó. Oké, mindegy, akkor ezt választjuk. Oké, és van valami munkád? És érdekes, még mindig Tier 3-as van. Nincs 4-es? Miért nincsen? És a speciál zsabban mi van? Hát az az, hogy megírni a következő, az nem érdekel. Ami jobs. És a Tier 3-as, meg kell csinálni az összes Tier 3-ast, akkor lesz Tier 4-es, köztem. Ja, várjál van. Nincs eladható cuccom. Tudod mit? Nem szarakodunk, hanem megyünk haza, jó? Várjál. Aha. Jó. Viszont, gondolkozzál. Nem, nincsen ennél új cucc már? Majd mondjuk ezeket eladhatnám, ha már egyszer. Gyerekek, baromi sok pénzem lett, elmondom nektek. Van több, mint amire gondoltam. Jó, lehet, hogy a motort meg tudom csinálni. A nagy motort, bár ahhoz kell, akkor... Mi van, egy csomó skill pontom mennyi van? Nézzük meg. 4 gyerekek, és mindjárt 5 lesz, mert ugye mindjárt skill szintet lépünk. Megyünk haza. 19-28. És, ja, a motort lehet, hogy el tudom készíteni majd. A nagy motort. Max felhúzzuk akkor a skillt annyira. Perkeket, ugye kiosztjuk a skill pontokat. És 4. Itt 4. Mit akartam? 4. Ja, na nagy motort el kell készíteni, és akkor viszont kellene csinálni egy garást. De valami nagyon akiket, és akkor ott lenne a motor, a nagy motor, később az autó, meg akkor a girokopter, mit tudom, a tetejére. De valami olyasmi mély garázs kellene, és itt mit tudom, a tetejét is lehetne nyitani. Kár, hogy ebben nincsenek pisztonok, mint a Minecraft-ban, és lehetne ilyen összetettebb dolgokat készíteni, mit tudom, ilyen nagyobb nyíló felületek, vagy ilyesmi. Ezt úgy élném. Jó. Már felelkeztem, bazeg. Egy ilyen egész napos túlra utára mindig kifogy az zöldjük. Ne gyerünk. Jó, és kocok, egész... Jaj, ezt rüellem legjobban, esküszöm, hogy megpördül a tengelyek körül. És ezt már biztos, hogy ki lehet utolni. És ebben nagyon jó cuccok vannak, ez a... Shotgun messiásnak a... egyik részben elszóltam magam, zombi messiást mondtam, shotgun messiást. Be van téve a hátsó ajtó?
Ránéleg, várjál már. Nincsen, de bazza. Akkor lehet, hogy ott kell bemenni, csak annyi. Lehet, hogy nyitva is volt már legelején is. 19.46. Juk, megnézem, hogy abban a bundle-ben mik vannak. Milyen alkatrészek. Ha megvan minden alkatrész, akkor meg tudom építeni a mocit. A nagymotort, ilyen Mad Max-szerű nagymotor, ilyen chopper-szerű. Ez elvileg jóval gyorsabban menne. Ugye nagyon kíváncsi vagyok rá. Viszont ugye a zombi horda, azt 21:00-kor jó lenne már toppon várni, vagyis legalább 21:30-kor. Tehát akkor egy 8 óra, hogy már nem, egy 9 óráig van időm tökörészni. Meg kellene javítanom a dolgaimat. Be kell járnom a motorra, most nem tudom, van-e időm kipakolni. Mindegy, meg kellene próbálni mindent. Tehát valami olyasmi gondoltam, hogy ide mellé egy ilyen garást építeni, ahol így be tudnék járni mindig, tök frankon. Oké, járjunk be teljesen. Jó van, gyerekek, ide leparkolom. Oké, figyeljetek, azt kellene csinálnom, hogy amit tudok. Kiveszek mind a kettőbb. Gyere ide, dró, hol vagy, bazze? Te! All systems go. How may I help? Töki, nyugodj meg, várjál ma. A fegyvereket is ki kell raknom. Jó. A gyógyszereket is kirakjuk. Kirakok mindent, mert örülnem, amikor így minden össze-vissza van. Az eladható cuccokhoz megy, ugye? Oké. Fegyver. Jó. Oké. Okay. Oh, francia sem bele ebbe a sok szarba, baze. Ezt mindig kirakosgatni, az egy rémálom. Gyógyszer, gyógyszer. Jó, egyelőre legyen itt. Van egy csomó modifikációm. A fegyver is francia mód. Ja, meg a, van egy pisztolyom, amelyik sokkal jobb. Azt is majd meg kellene csinálni, csak nincs idő rá. Modifikáció nincs. Fegyver, alkatrész, az is rohadt sok van. Ahogy. Oké. Okay. Egyéb craft is rengeteg van. Ne ülj fel rá! Nincs idő ilyenre! Oké, okay, ezt kiszedtük mindent. Egyéb craft... Nem tudom, a térkép az egyéb crafthoz kell raknom, bazzehet már, nem tudom. Egyéb crafthoz mi kell? Mi kell az egyéb crafthoz? Mi volt az egyéb craftnál? Ez is volt az egyéb craftnál. Meg ez is az egyéb craftnál. Van külön rezem, várjál? Gyere ki a maradék cucc. Jó, és akkor... Modifikáció esetleg maradt. Ott van, ott van, ott van. Alkatrész. Ready for duty. Jó, és akkor mindenki in van. Fegyver alkatrész. Abból mindig rengeteg van egyébként, mert ugye különböző fegyvereknek különböző alkatrészhegyek vannak. Fegyver. Az páncélnek számít? Páncél. Csizma. Eladható cuccok. Mit akartam az eladható cuccoknál? Ja, a pénzemet berakni. Van 14 ezer, meg 20 ezer, van 34 ezer pénzem, gyerekek, meg egy csomó eladható cuccom, úgyhogy nem annyira állunk rosszul egyéb craft. Az üllőt be kell rakni az egyik helyre. Ja, itt ebben van. Minden egyben van? Ebben nincs. Jó. Ebben fel akartam ezt rakni. Fegyver alkatrész. Oké. Okay. Az egyéb craftba, vagy a mechanikusba kellene ez. Ez. Mennyi jó rép félre? Vas. Réz. Stone. Ólom. Stone. Gyógyszer. Berakom a mézet is. Van gyerekek, jó van, alkulunk. Elektromosba kellene ezt a kettőt. Jó. Gyógyszer.
Jó van, gyerekek. Várjátok, ezt a bandot ki akarom nyitni. Nagyon kíváncsi vagyok rá. Van két kerék, egy motorbicikli kaszni, és van egy motorbicikli ilyen izé. Motorbiciklit tudnék készíteni. Mi kell hozzá? Kell hozzá engine, izé. Gyakorlatilag megvan minden, gyerekek. Tudok csinálni motorbiciklit. Akkor mi az, ami kellene? Kellene nekem egy aksi. Mi kell hozzá még? Bírja ki az ember, keeper, motorbicikli. Ez meg van tanulva nekem egyébként? Akkor ellen a lokkolva gondolom. Kell egy engine. És akkor meg tudom csinálni. Hol van egy engine? Engine. Egyéb kraftnál? Igen, egy engine. Oké, és akkor tudja csinálni a motorbiciklit? Jaj, de jó volt ez választani, gyerekek! 1 óra 42 perc múlva meg egy csinálja. Ki kéne raknom a piákat. A kaja alap, vagy fia alapanyag. Fia. Ezt megint nem tudom most ezt minek számítsam. Van kaja alapanyagom. Kajám az nem, nagyon nincsen, sőt semmilyen kajám nincsen. Úgyhogy ez egy kicsit halálos. Ez fegyveralkat, vagy alkatrész. És viszont vissza kell szednem gyógyszer, az jó van nálam, fegyver. Kell egy ilyen, ebből kell 3 pak, ez ennyire elfogyott? Nem, még van egy kicsi, szia. Sörét kellene. Abból bőven, vigyünk bőven sörétet, vigyünk bőven pisztolylőszert. Oké. Okay. Ha időt ezt nem nagyon használom, úgyhogy ezt ki is fogom rakni, mert teljesen fölösleges, hogy én ezt állandóan cipelgetem. Nézzük csak. Javítanom kellene, ugye. Ezt meg kéne javítani. Bár ugye a következő pisztolyt inkább használni fogjuk. Ja! Nagyon jó, gyerekek, tökéletesen örülök neki, hogy 21 perc múlva lesz egy motorom. Van egy biciklim, egy motorom, meg egy kis motorom, úgyhogy valószínűleg a következő... Olyan jó. De annyira nem rossz ez a fegyó. Na, akkor tegyük be az ajtót. Viszont amire még szükségem van, hogy... A fegyverből ki kellene vennem. Hol van? Jó, majd ezt kiszedem a modifikációkat egyébként. Hol van a izajom? Ez kell nekem. És szükségem van ebből 500 darabra. Jó. És akkor szerintem ez így megvagyunk. Lehet, hogy azért esetleg egy kis betont is magammal hozok. Oké. Okay. Így szerintem tök jó. Akkor még mi az, ami kell? 21 óra 11 van. Kész van a motorom? Kíváncsi vagyok, hogy milyen áll egyébként. Van egy fuzz boldorom, amit hülyeség volt megcsinálnom. Nézzük már meg, milyen ez a motor, gyerekek. Milyen ez a motor. Azt a betyár! Ez nem kicsi tesó. Ó! Oh, ez dogyon ott! Gyerekek! De nincs benne üzemanyag. De nagyon adja! Mekkora izéje van? Inventoria? Fú, de tuti! De tuti! Van egy nagy chopper dögöm! Hallod? Juhú! A motor! A motor! Meg van egy biciklim, kell egy garázs, gyerekek! Kell egy garázs, innen mit tudom, innen illana. Itt lenne az garázsajtó, hogy innen tudnék átmenni. Az kellene valahogy. És akkor ott lenne, ott mellettünk lenne a garázs. Tök jó! Na, gyerekek, viszont fel kell készülni a komoly dolgokra. Mögöttem lévő ajtókat becsukjuk, szerintem egész jó állap. Ja, ez itt a drónt, az valószínűleg, hogy el fogom rakni. Please don't leave me in here too long. Igen, itt maradsz, haver, mert lehet, hogy baj lesz. Nem akarlak lelőni, jó? Na gyerekek, akkor zombi horda túlélési kísérlet. Viszont akkor motorra fogunk ezután menni. Egy V... Ez egy V8 akar lenni? 8, 4 kipufogó van oldalán. V8-as motor, ne viccelj, tesó. De ez nagyon adja. Na jó, de ezeket viszont el kéne addig rakosgatnom, hogy ne legyen itt az útban. De a garázsban majd fogjuk tárolni őket. Jaj, nincs kajám, baza. Úgyhogy valószínűleg, hogy kell feláldoznom egy kis izét. Kell feláldoznom. Hol a fa? Hol a fa főnök? E
Kell csinálnom sonkás tojás, bár a húst nem akartam egyelőre még ellőni. Jaj, hol van a fa? Csinálunk néhány. Mondjuk egy 4 darabot, jó? A maradékot meg berakjuk maradék alapanyagot, így. Meg a fár vissza. Na, egyébként tök jó bálisunk. Na, van drónunk, telepített géppuskák, mindenféle kutya fasz a dolgunk. Ez mit ad? Mining Harvestert, Lopping Sukesz, jó. Na, érdekel minket egyébként. Hát meg együnk egy pár ilyet. Na, ma tényleg ilyeség voltunk, nagyon ilyeség voltunk, úgyhogy el is fog fogyni. Jó, akkor a jó pár védelmi zóna. Szerintem biztos ki fogja bírni. Ezeket annyira nem preferálom ezeket a fegyvereket, de hát ez van. Na, srácok, el is búcsúzom, és akkor kapásból ugye zombi hordával fogunk kezdeni a következő részbe. És valószínűleg, hogy az a rész az nem csak a zombi hordáról fog szólni, hanem ki fogjuk próbálni a motort. Milyen lenne a zombi horda, mikor jön a zombi horda, motorral menekülnél, hallod? Az mekkora lenne? Ja, igen, pánikszobát is kell, de egyébként most egy garást fogok készíteni a következő részenkben, mert az tök adná, itt lesz mondjuk az átjáró, vagy pedig, mit tudom én, a zombi 2, 4, 6, 8, nem tudom, hogy legyen az átjáró, vagy pedig itt is lehetne. Ja, viszont akkor az a baj, a garázsból tudnak támadni, nem? Akkor a garázst, azt úgy kellene megcsinálnom, hogy a garázs mondjuk itt lehetne átjönni, és hogyha a garázsból betámadnak, akkor nem kapásból oda jutnak be. Úgyhogy ez érdekes lesz. Nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Na jó, ne búcsúzom. 9 perc múlva a zombi horda. Köszi szépen a figyelmet, jók legyetek! Csúi cső!